Figyelj, én akkor, amikor a Norbit megismertem, havi 500 és 700 ezer forint között kerestem. 21 évvel ezelőtt. Tudod, mekkora pénz volt? Most is óriási. És én reggel 7-től este 10-ig aerobik órákat tartottam, személyi edzéseket tartottam, mindent, mindent, amit el tudsz képzelni. És amikor jött a Norbi, azt mondta, hogy figyelj, itt a gyönyörű Szentendrei ház, néha elmegyünk fellépni, és ne csináld. És hát erről tett is, hiszen megszületett Lara, rögtön utána Norbika, és tök jó volt, hogy én otthon vagyok, néha elmegyek vele fellépni, de egyébként otthon vagyok. És amikor a gyerekek már nagyok lettek, hát úgy nagyok, hogy 5 éves, 7 éves, akkor jött bennem egy ilyen érzés, hogy ha felteszem magamnak a kérdést, és őszintén válaszolni akarok, hogy boldog vagyok, akkor a válasz az, hogy majdnem. De mi hiányzott? És jártam akkor is már a légzésterapeutához, és akkor mondta Kata, hogy figyelj, közben itt elpakolok. Azt mondja, mi hiányzik az életedből? Hát mondom, szeretnék aerobik órát tartani. Ennyi? Hát mondom, jó, ennyi. Hát mondom, de a Norbi nem szeretné. Azt mondja, oké, Réka, figyelj rám. Tudod, mi a te bajod? Mondom, nem. Azt mondja, hogy te nem a Rubint Réka életét éled, hanem a Sóbert Norbiét. Ezt jól látta, igen. És képzeld el, Peti. De volt bátorságod? Elmondani? Hát hazamentem. Mondtam neki utána, hazamentem, és mondta, hogy jaj, kicsim, hagyjad már ezt a hülyeséget. De hogy tartasz te órát, hát azt mondja, most lettél terhes Zalánnal, mert hogy közben terhes lettem a Zalánnal. Azt mondja, hagyd ezt, dehogy nem kell neked óra, hogy pihenjél. Jó, de előtte tartottál órát? Lara és Norbikával nem. Nem? Mert hogy gyerekeket neveltem. 0-24-be. Meg hát ő. Tulajdonképpen vele voltam, tehát amikor szerette volna, hogy... Hoppá! Aha, szerintem jó lesz. Van kesztyű. Nézd, milyen jól néz ki, Peti. És az lett a vége, hogy mentem a két gyerekkel, a harmadikkal a hasamba, és egy piros lámpánál megálltam, oldalra néztem, hát mondom, ez mi? És egy csarnok volt.